A Magyar Munkáspárt képviselői szerdán kitelepültek a piac térre, ahol Türmer Gyula, a párt elnöke összegezte a programjukat. Szólt többek között a minimálbérről, a jövedelemarányos családi pótlékról, valamint a 65 év felettiek ingyenes gyógyszerellátásáról. Mi úgy véljük, hogy az ország stabilitása érdekében legalább 200.000 forintos minimálbért kell adni a dolgozó embereknek adómentesen. A nyugdíjas társadalomnak biztosítani kell legalább 100.000 forintos minimálnyugdíjat. Mi megváltoztatnánk a nyugdíjba menetel időszakát is, úgy véljük, hogy magyar viszonyok között a nőknél ez 55 év, férfiaknál pedig 60 év legyen. A nyugdíjasok számára 65 év felett lehetővé tennénk az ingyenes gyógyszerellátást. A kormány feladata az, hogy megállapodjon a multikkal, a nagy gyógyszerváltó vállalatokkal, elég nagy nekik a szuperhasznuk ahhoz, hogy ebből adjanak az embereknek. Ezt követően Türmer Gyula bemutatta pártjuk 04-es választókerület országgyűlési képviselőjelöltjét, aki néhány szóval kiegészítette a munkáspárt célját. Egyszerűen nem szabad a vidéket se elfelejteni. Ezért ugye mi magyar mezőgazdaságot szeretnénk létrehozni, ami nem azt jelenti, hogy bejön a multi, megtermelteti, gondolok itt egyéb hatalmas nagyobb cégekre, akik megtermelik a különböző anyagokat, és azt, amit a jó magyar földön megterem, például egyéb búza termény, kiviszik külföldre, és az alacsony sikértartalmú, egyszerűen hulladék élelmiszert hozzák be. Továbbá, mivel Dunaújvárost mondhatni szó szerint a szocializmus hozta létre, ezért büszkén vállalom azt, hogy én egy szocialista ember vagyok a régi időszből, mivel ezért mondhatom el, hogy dunaújvárosi vagyok. A választás előtti napokban az induló pártok hangsúlyozzák, hogy április 8-a sorsdöntő lesz Magyarország számára, és biztatják a polgárokat a szavazásra.